A KSH szerint az év első 11 hónapjában 82.834 gyermek jött világra. Ez a szám 2.227-tel több, mint egy évvel korábban. Összességében pedig 2,8%-os emelkedésről beszélhetünk. A Fejér megyei Szentgyörgy kórház szülészeti osztályán is több mint 2.500 gyermek született. Ez a szám jónak mondható. Konkrétan 2012-ben 2534 szülés zajlott le az osztályunkon. Ez most egy jó átlag. Az elmúlt 4-5 évben hasonló szülésszáma volt, 2500-2600 szülés zajlott le osztályunkon. Ezzel szemben kb. 8-10 évvel ezelőtt még csak 2000-1900 szülés volt. Székesfehérváron egyedülálló kezdeményezést indított útjára az önkormányzat. A 2013-as Szent István emlékképhez kapcsolódva egy weboldalt hoztak létre. Az internetes felület főszereplői az ebben az évben született babák. A szülők egy egyszerű regisztrációt követően feltölthetik a honlapra az újszülött gyermek fotóját. A kezdeményezést örömmel veszik. Azt gondolom, hogy olyan kevés jó hírrel találkozunk most a médiában, vagy az internetes felületeken, hogy ez mindenképpen egy pozitív üzenet. Tehát egy gyerek, az mindig a hitet, meg a reményt tükrözi. A KSH adatai alapján a nemzetközi vándorlás figyelembe vételével Magyarország becsült népesség száma a vizsgált időszak végén 9.935.000 volt. Tavaly január és november között 33.752 házasságot kötöttek, ami 0,5%-kal maradt el az egy évvel korábbitól.